Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ez a Közrend októberi adása. Egy hosszú nyári szünet után ismét találkozhatnak velünk, és megszokott vendégeimmel. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Kelemen Krisztiánt, a Bűnmegelőzési Közbiztonsági és Közrendvédelmi Bizottság elnökét, valamint Ágoston Sándort, a Közterületfelügyelet iroda vezetőjét. Szervusztok, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a nézőket. Jó estét kívánok, és köszönöm a meghívást. Ismét azért ültünk le, és folytatjuk ezt az adást, hogy egy picit felhívjuk arra a városlakók figyelmét, hogy hogyan tudunk tenni mi közösen azért, hogy rend legyen Szombathelyen. Néha ezt azért megszegjük, megszegik néha a szabályokat, de pontosan azért vagyunk, hogy beszélgessünk arról, hogy hogyan lehet ezeket jobbá tenni. A mai témáink, kedves nézőink, előjáróban szó lesz a kárt okozó vaddisznókról, aztán a térfigyelő kamerákról, parkolást akadályozó sziklákról és egyéb kitett tárgyakról, és az online csalásokról is, valamint vendégünk lesz még a KEF részéről Tóth Balázs, akivel arról beszélgetünk, hogy milyen programok voltak nyáron, de elsősorban, hogy milyen várhatók ősszel, és egy picit beszélgetünk arról is, hogy milyen problémák adódnak a szárhasználattal. Ez van most itt a stúdióban, pár pillanat múlva kezdünk is, maradjanak velünk! És ahogy ígértem, kezdődik az adás, Krisztiánhoz fordulok először, hiszen a múlt heti közgyűlés előtt a bizottság összeült, és megtárgyaltak jó néhány témát. Nagyon sok téma volt, ennek egy szeletét fogjuk most megbeszélni, de az első legfontosabb az, hogy egy kitüntető címátadásra is került. Miről van szó pontosan? Így van, idén július 8-án engem ért az a megtiszteltetés, hogy a szombathelyi önkormányzat nevében a Lakitelki Népfőiskolán Rétvári Bence államtitkár úrtól átvehettem az OPS, az Országos Polgárőr Szövetség által adományozott Szombathely Polgárőr Város kitüntető címet. Ezt a szombathelyi önkormányzat azért kapta, mert kiemelten kezeli a polgárőr szervezeteket, és a polgárőr szervezetek a lakosság biztonság érzet növelő munkáját, tevékenységét nagy mértékben támogatja anyagilag is. Erről döntöttünk is egyébként a hétfői bizottsági ülésen. Minden évben két részletben támogatjuk a szombathelyi polgárőr egyesületeket. Tavasszal egy létszámalapú támogatást adunk, ez az idei évben 670 ezer forint támogatási összeget jelentett a részükre. Itt 5 polgárőr szervezetről beszélünk, akik operatívan részt vesznek Szombathely közbiztonságának a fenntartásában, illetve növelésében. Most pedig egy teljesítmény alapú, úgynevezett eredményességi beszámoló alapján támogattuk a polgárőr szervezeteket. Ez most 1 millió 330 ezer forint támogatási összeget jelentett az 5 szervezet részére. Gratulálunk a címhez, feladat van megtartani a rendet, de most ezt a rendet borzolták egyebek is, mint a szabálytalanul parkoló autók, vagy sorolhatnám randalírozó fiatalok. Disznókkal, vaddisznókkal találkozhattunk az elmúlt hónapokban, időszakban, elég sokkal Szombathelyen, és hát ezek megriasztották a lakókat. Ezzel összefüggésben milyen önkormányzati intézkedések születtek? Mit lehetett tenni ellenük, illetve most mennyire lehetett őket visszaszorítani? Ezzel kapcsolatban a bizottságülésen elfogadtuk polgármester úrnak a beszámolóját a belterületen kárt okozó vaddisznókkal kapcsolatos önkormányzati tevékenységekkel összefüggésben. Ennek értelmében idén augusztus 31-ig összesen 50 darab vaddisznó került kilövésre Szombathely belterületén, és újabb megbízások kerültek bevonásra. Ugye a júniusi bizottsági ülésen mi is kértük a kapacitás növelését. Nagyon sok bejelentés érkezett a lakosság részéről itt a tavaszi nyár elejé időszakból, és úgy láttuk, hogy itt több vadásznak a bevonása szükséges, ez meg is történt egyébként. Most október 1-től 4 vadász fogja ellátni ezt a feladatot, méghozzá páronként 2 napos váltásban, és bevezetésre kerül egy úgynevezett ügyeleti rendszer. Lesz a vadászoknál egy ügyeleti telefon, és ezt a telefonszámot a sajton keresztül majd közzé fogjuk tenni.
ami azt jelenti, hogy a lakosság közvetlenül tudja hívni a vadászokat délután 6 óra és éjfél között, és gyakorlatilag a vadászok az adott problémára szinte azonnal fognak tudni reagálni. Illetve van egy e-mail cím, ez a belterületi vadak@szombathely.hu, erre is lehet bejelentést tenni. Nyilván itt a reagálás az időben egy picit csúsztatottabb lesz, mint a telefonos bejelentés. És hát elképzelhető, hogy most arra már el is értük a 60 vaddisznónak az elejtését. Én azt gondolom, hogy év végére ez a szám olyan 70-80 is lehet akár, és véleményem szerint Magyarországon nincs még egy olyan város, ahol ennyi időt, energiát és pénzt fektettek az ilyen jellegű problémáknak a megoldására. Nekünk a költségvetésben az eredeti előirányzat az 4,1 millió forint volt, most már olyan 9 millió forint környékén járunk a megbízások tekintetében. Lehet, hogy pont ennek a probléma megoldásában fog segíteni a kamerarendszer alkalmazása, amiről most már hónapok óta vagy adásról adásra szót ejtünk. Most is fontos téma volt a bizottsági ülésen, hiszen mobil kamera áthelyezésről, illetve ezeknek az újok telepítéséről is volt szó, de most először Sándorhoz, Köztöletfelügyelet irodavezetőjéhez fordulok. Mi a helyzet most a kamerákkal, és egyáltalán miért kell ehhez hozzányúlni? Alapvetőleg az a legfontosabb a közbiztonsági célú térfigyelő kamera rendszerünkben, hogy amikor én 2020. szeptember 1-én átvettem a hivatalnak a vezetését, akkor nagyon sok olyan kamerákkal küzdöttünk, ami régi rendszerű típusú úgynevezett analóg kamerákkal volt felszerelve ez a rendszer. Nyilván, ahogy fejlődik a technika, és úgy javulnak el ezek a kamerák is, akár egy laptop vagy egy számítógép, ezeknek nagyon fontos volt a fejlesztése, illetőleg a cseréje. Volt olyan kamera, ami üdestóva 2 éve nem működött. Hála Isten, nyilván a városvezetésnek a hozzájárulásával, támogatásával sikerült azt elérnünk, hogy az idei évben, illetve a tavalyi évben is nagyon sok analóg kameránk került vagy cserére, vagy egyébként egy olyan javítást sikerült eszközölni, ami alkalmas volt egy tárgyi bizonyítási eszköz átadására a rendőrhatóság részére. De gondolom, ez nyilván egy képminőség javulást jelentett elsősorban. Abszolút, abszolút. Ez igazából egy teljes full HD minőséget kell elképzelni, akár egy otthoni tévén, amikor az ember néz egy klassz filmet. Az idei évben olyan mértékben sikerült redukálni ezeknek a kameráknak, az elavult kameráknak a cseréjét, illetve a javítását, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy, nem mondok el egy titkot vele, van egy első 24 órás napi jelentésünk, amiben szerepel A-tól Z-ig az, hogy a Köztöletfelügyeletnek a munkatársai ki milyen helyszínen mit intézkedett, és ebben volt egy olyan, vagy van egy olyan menüpontunk igazából, vagy rendi pontunk, amiben szerepel minden egyes kamerának a meghibásodása, mitől nem működött, meddig nem működött, stb. Ezt úgy kell elképzelni, hogy közel egy oldalas A4-es lapot tett ki a kamera hibáknak a jelenségei, amikor én oda kerültem. Ez most jelen pillanatban kb. Egy ilyen 5-6 sorban sikerült abszolválni és redukálni ezeknek a kameráknak a hibáit, ami azt jelenti, hogy jelen pillanatban most a 80-90 kameránkból összesen 5 darab olyan kameránk van, ami még cserére szorul, de most ténylegesen minden segítséget megkaptunk, támogatást, nyilván ennek anyagi támogatásra van a legnagyobb szüksége a felügyelet részéről, és ezt az 5 darab kamerát is úgy néz ki, hogy sikerül idén, vagy a következő évi költségvetés terhére majd sikeresen lecserélni. Ezek a kamerák, ami nagyon fontos, hogy hangszóróval ellátott, többnyire, nem mindegyik, ez attól függ, hogy ugye előzetesen szakmailag meg van vizsgálva, hogy hova tartjuk a szakmailag indokoltnak, hogy helyezzünk-e ki hangszórót ehhez a kamerához, nyilván ezek is anyagi vonzata van, bár töredéke nyilván egy térfigyelő kamerának az összegéhez képest, de hogy tudjak is visszacsatolni, igaz, hogy folyamatban lévő ügyben ugyanúgy, hogy a rendőrség is, nem tudok felvilágosítást adni, de például a hétvégén került megrendezésre az úgynevezett food truck show a főtéren, ahol sikeresen a kollégáim rögzítettek egy olyan eseményt, ahol egy kisebb csoportból álló fiatal férfi társaság, illetőleg hát férfiaknak nem nevezném, ne haragudjon meg érte senki, de voltak ezek a food truck hirdető lényegében zászlók kihelyezve.
ahogy szoktam mondani, egy kicsit nem elbagatelizálva két borizó alma után az volt a lényege, hogy ki tudja lerúgni ezeket a zászlókat a helyéről. Ebből kettőt vagy hármat sikeresen fel is rúgtak. Nyilván itt a hangszóró segítségével egyrészt fel lettek szólítva a cselekmény abbahagyására, akkor elfutottak ezek a fiatalok a főtérről, de hát nyilván semmi nem marad megtorolatlanul ilyen értelemben, úgyhogy a rendőrség felé pedig egy hivatalos eljárás kezdeményeztem a mai napon a ismeretlen tettesek elkövetése ellen lényegében. És ez fogja segíteni, hogy ilyenek még kevesebbet forduljanak elő, hogy nem csak megfelújítani kell ezeket a kamerákat, Krisztián, hanem áthelyezni, illetve újabbak telepítését. Engem most elsősorban az áthelyezés érdekel, hol vált szükségessé, hol volt okafogyott, hogy ott van, és mondjuk másik helyre kellett, hogy kerüljön. Azért annyival még kiegészíteném az irodavezető úr által mondottakat, hogy a tavalyi évben önkormányzatunk 18 millió forintot költött a régi analóg típusú kameráknak a felújítására. Ez a tavalyi évben 15 kamera cseréjét jelentette, és az idei évben ugyanígy 18 millióból folytattuk a kamerák felújítását, és 5 helyszínen sikerült kicserélni ezeket a régi analóg típusú kamerákat. Új PTZ 360 fokban fordítható 40-szeres optikai zoommal rendelkező kamerákra, és igen, ez is nagyban közbe nagy szerepet játszik abban, hogy Szombathelynek jó a közbiztonsága. És vannak úgynevezett mobil közterületi térfigyelő kameráink, ezeknek egy része akkumulátoros, észrevehetetlen, terepszínű, gyakorlatilag folyamatosan indulnak eljárások a kamera felvételeknek köszönhetően, és vannak olyan mobil térfigyelő kameráink, amelyek napelemmel működnek. És most a bizottsági ülésen döntöttünk arról, hogy a Brenner villától helyezünk át egy ilyen napelemes mobil térfigyelő kamerát a Hunyadi út 51-nél található szelektív hulladékgyűjtő szigethez. Nyilván ennek az az oka, hogy a lakosság előszeretettel használja ezeket a szelektív hulladékgyűjtő szigeteket lomtalanításra, nekünk pedig az a célunk, hogy az embereket megtanítsuk a rendeltetésszerű használatra. Jó, a következő téma nagyon röviden, bár Ágoston Sándor irodavezető úr már említett rendőri intézkedéssel kapcsolatos kamerát, de hogy az elmúlt időszakban rendőri intézkedések történtek rendezvényeken, és ez is a bizottsági ülésnek témája volt. Tényleg csak nagyon röviden, mi volt az, ami a legfontosabb vagy legsúlyosabb eset? Nagyon röviden mondom, kapitány úr beszámolt a nyári rendezvények biztosításával kapcsolatban, és az hangzott el, hogy a Szavária történelmi karnevál még soha nem zajlott le olyan nyugodtan, mint az idei évben. Gyakorlatilag semmiféle rendőri intézkedésre nem volt szükség, de ez ugyanígy elmondható Jóskönnapokra is egyébként. Provokatív volt a kérdésem, és tudtam, hogy ez lesz a válasz. Nagyon örülök neki, illetve még egy pont volt, a polgárőr egyesületek támogatása, az megint nyilván a közrend miatt történik, milyen támogatásra számíthatnak. Amit korábban már elmondtam, hogy egyrészt ugye a polgárőr szervezeteket támogatjuk különböző helyeken, irodahelyiségekkel, másrészt pedig minden évben 2 millió forint szerepel a költségvetésünkben támogatásként. Ennek egy része tavasszal kerül kiosztásra, mint egy létszámalapú támogatás, a másik része pedig kvázi egy eredményességi támogatás. Erről döntöttünk most a bizottsági ülésen. 1 millió 330 ezer forint értékben támogattuk a polgárőr szervezeteket. Akiknek van bőven feladata, például az is, hogy figyeljék, hogy kik azok a lakók, vagy miért tesznek ők egyáltalán ki különböző sziklákat, vagy bármilyen tárgyat olyan területre, ahol ők úgy gondolják, hogy nem jó, ha megáll egy autó. Erről mi is beszámoltunk, lehetett erről sokat olvasni, de itt nem csak a közútról van szó, hanem zöld területről, és nem csak sziklákról, hanem egyéb tárgyakról. Hogyan lehetett velük megértetni, hogy ezt önkényesen nem tehetik meg? Érdekes, mert kettős érzésem van benne. Valakivel nagyon jól lehet kommunikálni, valakivel pedig hatósági eljárást kell nyilván lefolytatni. Szerintem, aki nyomon követi a munkásságomat, vagy magát a munkánkat, az tudja nagyon jó, hogy az én elvárásom az mindig a kommunikáción alapszik, nem pedig a szankción, vagy konyha nyelven fogalmazva a büntetésen. Tehát nekem elsődlegesen az a célom, hogy rend legyen és rendezett legyen a város, nem pedig az, hogy bírságoljunk, vagy feljelentsünk, vagy hatósági eljárásokat folytassunk le bárki ellen. Tehát nyilván, hogyha valahova
kell mennünk bejelentésre, önálló járőrszolgálat alapján intézkedünk. Észlelés esetén akkor nyilván mi a kommunikációra hajlózunk első körben. Nyilván, aki ezt megérti, akkor egy figyelmeztetéssel mi ezt el tudjuk rendezni. Ilyen értelemben, ami semmilyen fajta joghátrány nem fog okozni a delikvens felé. Nyilván valaki ezt nem érti meg. Én azt a részét is értem, hogy miért vitatják. Tehát amikor ténylegesen az van, hogy a házam előtt az zöldterület, amit én gondozok, mert rendelti elő, hogy nekem kell füvet nyílni, stb. Jogosan mondja azt, hogy miért áll oda egyébként más. Ugye okokozatként szokott következni ilyenkor az, hogy sajnos sziklákat helyeznek ki, stb. Szaknyelven fizikai gátló eszközöket használnak. Nyilván ennek egyébként, ami nagyon fontos, és erre hívnám fel mindenkinek a kedves figyelmét, hogy ennek megvan a protokoll eljárása, illetve a szabályos eljárási rendje. Nyilván a Városüzemeltetési Osztály lehet ennek kezdeményezni, hogy ami szabályszerű fizikai gátló, akár egy hajtott csőkorlát, akár egy poller cső kihelyezése, ezekre van mind mód és lehetőség, de hivatalosan. Lehet igényelni. Így van. Nyilván műszakilag ezt megnézi az illetékes osztály, a mi szakhatósági beleegyezésünkkel lényegében mindig egymásnak kikérjük a véleményét, tehát mi az, ami működik, mi az, ami nem, de ezt fizikailag meg lehet tenni. Ami nagyon fontos, hogyha egy zöld területre a házam előtt lerakok egy nagy sziklát, azért gondoljunk bele, hogy annak mekkora a balesetveszély kockázata. Valakinek van egy 3-4 éves kis lurkója, sétál, el van engedve nyilván a keze, futkozik, beleesik ebbe a sötét fűbe, esetleg, hogyha gaszkörben ütte ezt a sziklát, ne adj Isten, sípcsonttal beleütközik, azért el tudjuk képzelni, hogy annak a sürgősségi lesz valószínűleg a tovább folytatásának az estéje. Tehát, hogy itt ebbe kellene belegondolni alapvetőleg. Én azt gondolom, hogy ha zöld területre felállnak, gyalogjárdára felállnak, ezért van a rendőrség, ezért van a közterületfelügyelet, hogy egy hivatalos bejelentés útján a szakszerű és jogszerű intézkedéseket le tudjuk folytatni. Ellenben, aki egyébként nem távolítja el ezeket az eszközöket a felszólítást követően, ő ellenük nyilván egy általános közigazgatási hatósági eljárást folytatunk le, aminek nyilván valamilyen fajta szankció lesz a végeredménye. Egyetlen egy témánk van, de ez tényleg nagyon röviden kellene, a közterületen lévő rongálások, padok megrongálása, sajnos ezek szerint volt ilyen tapasztalat. Igen. A nyári időszakban. Egy-két fontos dolgot emelj ki, légy szíves. A nyári időszak, az, ugye ezt említettem még itt a májusi adás környékén is, a nyári időszak, minden időszaknak megvan mi az, ami preferálva van kvázi a fiatalok által, sajnos, ezt így idézőjelbe tenném. Kiülünk, csoportosulunk, italozunk, szemetelünk, stb. Hiába van ott elég hulladékgyűjtő konténer is. Ami elszaporodott és elburjánzott, egyébként nem csak a fiatalok körében, hanem sajnos a vendégmunkások által is, hogy ahol a közelben park van, például Pelikán Park, de mondhatnám a Bem József utcai vadonatúj felújított játszóteret is. Ezeken itt megjelentek ilyenfajta csoportosulások, és sajnos én ezeket mai napig nem tudom hova tenni rendőrségnél, se tudtam hova tenni, amikor a padokat szétrúgjuk, de úgy, hogy lipityára. Tehát, hogy nem az, hogy letörünk róla egy deszkát, azt se tudom nyilván elfogadni, és ugyanúgy jogellenes cselekmény, és ugyanúgy eljárást von maga után, de ebből elég sok volt az idei nyáron, főleg a Csónakázótó szigetén is. Azt nem mondom egyébként, hogy ott, ahol nyilván térfigyelő kamera volt, például Gályár Park, meg is lettek az elkövetők. A Gályár Parkban nagyon sok ilyen eredményes eljárást tudtunk lefolytatni rendőrséggel közösen, de például crossmotorral a Gályár Parkban is engedély nélküli vezetésként, tehát jogosítvány, konyha nevem, tehát vezetői engedély nélkül, crossmotorral, két személlyel egymásnak körbeadjuk a motort, és akkor rugatjuk a zöld területen, tehát a füvön. Ez az ember is meglett, az elkövető is meglett, tehát a térfigyelő kamera az nyilván egy nagyon-nagyon hatékony és nagyon elősegítő rendőrség és a mi munkánkat is, és ezzel növelni sikeresen lehet növelni Szombathely közbiztonságát. Legyen ez a végszó, köszönöm szépen a beszélgetést, a műsor folytatódik, de neked megköszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. Este folyamán, kedves nézőink, egy másik nagyon fontos veszélyre hívjuk föl még ebben az adásban. A figyelmüket elszaporodtak az online térben elkövetett csalások és adathalász kísérletek. Erre figyelmeztet a rendőrség. Telefonon, SMS-ben és e-mailben is jöhetnek megtévesztő megkeresések, és aki nem elég elővigyázatos, jelentős összeget bukhat. Az elkövetők általában bankok, futárszolgálatok, közüzemi szolgáltatók nevében jelentkeznek, de mindig van egy apró árulkodó jel, ami gyanút kelthet. Erre kell odafigyelni, különben könnyen áldozattá válhatunk. Anna és Dia kis hián online adathalászok áldozatává vált. Mindketten használt cikket hirdettek eladásra egy adok-veszek oldalon. Perceken belül jelentkezett is érdeklődő, aki futárszolgálattal kérte az árut. Linket küldött, amire kattintva egy banki felületnek látszó oldal jelent meg. Megtévesztően úgy nézett ki az az oldal, mintha az OTP sajátja lett volna, és amikor ott meg kellett volna adni a bankkártyám adatait, na akkor lett gyanús, azt én már nem adtam meg,
és utána kaptam még egy e-mail, de valójában az OTP-től, vagy valóban az OTP-től, hogy valaki egy iPhone eszközzel, ilyen olyan böngészővel próbált belépni az én fiókomba, és én akkor rögtön felfüggesztettem a számlámat. Dia varrógépének állítólagos vevője sürgető hangnemben követelte, hogy az eladó számláján az eladási ár duplája álljon rendelkezésre. Ez már eleve gyanús, hiszen az eladónak semmit nem kell fizetnie, épp ellenkezőleg őt illeti a vételár. Ez volt a szerencsém, ahogy nem volt annyi pénz a számlámon, különben abban a pillanatban levették volna. És utána nem néztem meg az e-mail címeket, nem is utána, hála Istennek, meséltem a barátnémnek, hogy jártam. Ő azonnal mondta, hogy ez csalás lesz, nézzük meg. És akkor láttuk, hogy ekvádori e-mail címrel küldték, de teljesen, és használva a futárszolgálat nevét, mindent és a logóját. Ők megúszták, azt mondják, azért mesélik el a történetüket, hogy felhívják a figyelmet, könnyű áldozattá válni. Viszont az e-mail címben már nagyon furcsa dolgokat lehet látni. Késedelmes fizetésre figyelmeztet ez a levél, amit közüzemi szolgáltató nevében küldtek ismeretlenek a sértetnek. Ha jobban megnézzük, külföldi e-mail cím szerepel a papíron, és míg a tárgymezőben gázszámla, alatta már villanyszámla szerepel, mutatja a bűnmegelőzési alosztály vezető helyettese. Ez az SMS üzenet pedig a Magyar Postára hivatkozik, de van a linkben egy plusz karakter, ami nem odavaló. Az ehhez hasonló gyanús jeleket kell észrevenni, és nem bedőlni a trükknek. Ha pedig megtörtént a baj, gyorsan kell cselekedni. Egyből hívjuk fel a pénzintézetünket, hogy mi történt, hogy próbálják meg leállítani ezt az utalást, illetve a rendőrségen tegyünk azonnal feljelentést. De ezt késődelem nélkül kell megtenni mindkettőt, mert ugye az azonnali fizetési rendszerben azonnal tovább utalják a pénzt. Most szeptember 1-től 10 millióról 20 millióra állították, növelték ezt az értékhatárt, keretet, tehát akinek ilyen összegű megtakarítása van, igazából perceken belül ezt már el tudják vinni. Észrevehetően megnőtt a kibertérben elkövetett bűncselekmények száma. Van, hogy telefonon keresik fel az áldozatot, és folyamatban lévő banki tranzakcióra hivatkozva próbálják kicsalni az adatait, vagy egy távoli hozzáférést biztosító program letöltésére kérik a sértettet, és így károsítják meg. Ha ilyen megkeresést kapunk, szakítsuk meg a hívást, és tárcsázzuk a bank központi számát. Itt az óvatosságra szeretnénk felhívni a figyelmet, tehát nem az abszolút bizalmatlanságra, mert a pénzintézetek valóban figyelik a szokatlan tranzakciókat. Tehát előfordulhat az is, hogy valóban lát valamit, és felhív minket a bank, csak már annyira bizalmatlanok vagyunk, hogy lecsapjuk a telefont, hogy én nem hiszem, eme csaló. Tehát ezt így nem lehet, vissza kell hívni a bank központi számát. Az eredetihez megtévesztésig hasonlító honlap és arculat könnyen félrevezeti a felületes szemlélőt. Soha ne kattintsunk ismeretlen linkre, figyeljünk a nyelvezetre, a külföldi e-mail címekre, a sürgető hang nem is gyanús. A kiberpajzs.hu oldalon pénzügyi tudatosságra, megelőzésre figyelmeztető videók érhetők el, amelyek a tipikus csalási módszereket ismertetik. Kedves nézőink, a bejátszót már közösen néztük meg itt a stúdióban Kelemen Krisztiánnal, valamint Tóth Balázssal, a KEF szakmai társelnökével, illetve jelen esetben Kelemen Krisztián most a KEF elnöke ül a stúdióban. Egy pillanatra térjünk vissza erre a témára, hiszen ezzel kapcsolatban nyáron volt már prevenció. Mit kell erről tudni, Krisztián? Így van, tavasszal, amikor elfogadta a közgyűlés a rendőrség közbiztonsági jelentését a tavalyi évre vonatkozóan, akkor kapitány úr felhívta a figyelmünket az elszaporodott online csalásokra, és kérte segítségünket abban, hogyha van rá mód és lehetőség, akkor önkormányzati szinten is hívjuk fel a lakosság figyelmét arra, hogy óvatosabban bánjanak a különböző e-mailben, SMS-ben kapott megkeresésekre. És ennek eleget téve elindítottunk nyáron a Szavária Fórumban egy hirdetés sorozatot, ami az online csalások ellen hívja fel a lakosság figyelmét, hogy vigyázzunk és legyünk óvatosabbak. Nem unatkozott a KEF sem a nyáron, csak felsorolás szerűen milyen programokon, nyári rendezvényeken képviseltette magát a KEF, és tartott prevenciós előadásokat, vagy játékokat, vagy beszélgetéseket? Szokás szerint a Szombathelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagszervezetei megjelentek minden olyan nyári nagy rendezvényen, ahol elég nagy tömeg van jelen. Ilyen volt például a Jóskor napok, vagy a Szavária Történelmi Karnevál, a KISZ nap,
illetve a Szent Királyi Napok. Itt általában a Pálos Károly családsegítő, a 112, a rendőrség és még egyéb KEF tagszervezetek települnek ki különböző prevenciós, drogprevenciós programokkal, gyerekeknek tájékoztató jellegű kvízekkel, kérdőívekkel felnőttek részére. Ez nagyon izgalmas egyébként, és itt szeretném megköszönni minden KEF tagszervezetnek az együttműködését, a munkáját, illetve annyit még elmondanék, hogy a rendőrség balesetmegelőzéssel, bűnmegelőzéssel, illetve bike safe regisztrációval is jelen van ezeken a rendezvényeken. Nem feltétlenül szeretnék szomorú vagy elkeserítő témákról beszélni, de hát a KEF-nek, a Kábítószer Egyeztető Fórumnak az a feladata, hogy prevenciót alkalmazzon, segítse a rászorulókat, de nyilván az is, hogy feltárja és kapcsolatba kerüljön olyanokkal, akik már szerhasználók és esetleg ebből problémák adódnak. Milyen tapasztalatokat tudsz elmondani nekünk, Balázs, a nyári rendezvényeken, vagy egyáltalán nem is rendezvényeken, csak egyáltalán nyár folyamán, amikor kicsit kevésbé lekötöttek a fiatalok, voltak-e problémák, volt-e szerhasználat, vagy esetleg megjelente valami új, ami nagyon veszélyes? Tisztelettel köszöntöm a kedves nézőket. Elnök úrra csatlakozva annyit még kiegészítenék, hogy volt egy kábítószer ellenes világnapunk is augusztusban. Részt vettek csapatépítő tréningen is a KEF tagjai, illetve szakmai előadáson is online formában részt tudtunk venni. Kapitány Fővenny Máté tartott egy nagyon velős előadást a függőségek természetéről, annak kialakulásáról és kezeléséről, úgyhogy egy teljes értékű nyári, koraőszi időszakot tudhatunk magunk mögött. Kérdésedre visszatérve, növekszik az esetszám, ezt saját egyéni esetkezelésben végzett munkám kapcsán tudom megerősíteni, úgyhogy ehelyett is a rendőrség felderítő munkájának, mint kínálat csökkentés látom az eredményét. Nem akarok számokat mondani, de nagyjából megháromszorozódott az a klienszám, akikkel az elmúlt 1-3 év viszonylatában foglalkoztam. Gondoltam arra, hogy mire lehetne itt a lakosság, szakemberek figyelmét felhívni ebben a műsorban, és azt hiszem, hogy most jött el az ideje annak, hogy picit arról jelezzünk vissza konkrétumokat, hogy kik azok a rizikócsoportok a fiatalokon belül, akikre érdemes és oda is kell figyelni szerhasználat, kipróbálás és sóvárgás függőség szempontjából. Nagyon gyakran tapasztalom, hát ugye felül reprezentált a fiúknak, férfiaknak a száma. Az életkori szóródás, az egyre fiatalabb életkor. Most van az a számomra rémisztő állapot, hogy 12 éves kliensem a legfiatalabb, legidősebb, olyan 35-38 év körül van. Korábbi időszakot, ha nézünk, akkor 15-16-17 éves fiatalok jöttek, de az is egy elgondolkodtató tény, hogy 14-15-16 évesekből van most a legtöbb. Nagyon gyakran jellemző, hogy szétzilált családok vannak mögöttük, tehát vagy csonka család, vagy pedig külön élnek a szülők, lehet, hogy nem váltak el, viszont életvitelszerűen nem élnek együtt. Nagyon fontos, hogy próbálnak ezek a fiatalok nagyjából 70-80%-os arányba segítséget kérni, iskolapszichológustól, védőnőtől, lehet, hogy a szüleiktől, pedagógusaiktól, vagy akár más hivatalos szervtől. Van, hogy kapnak is segítséget, csak valami oknál fogva a segítségnyújtás egy bizonyos szinten megáll, abba marad. Nyilván ez akkor történik, amikor az adott szakembernek a kompetenciája kimerül a probléma további vitelében. Ilyenkor fontos, hogy hova tudjuk a fiatalt tovább irányítani. Nagyon gyakoriak a gyermekkori traumák, ilyen területre megyek vissza, hogy 3-4 éves korban emlékszik a gyerek arra, hogy a szülők éppen válás közepén vannak, ő egy bűnbak ebben a dologban, hiszen a szülők azért veszekednek, hogy ő hol legyen elhelyezve, édesanyjánál, édesapánál. Ez a bűntudat, ez végigkíséri 15-16 éves koráig, és lesz belőle egy szuicidum, amivel, mint trauma, ebben az életkorban már nagyon nehezen lehet megküzdeni és kezdeni vele valamit. Amire fölhívnám a figyelmet, én úgy érzem, szakemberként ezt kimondhatom, de egyre jellemzőbb az identitás válság, vagy az identitás keresés, és itt nem kulturális vagy érzelmi identitásra gondolok, hanem mondjuk ki, szexuális identitás probléma. Volt jelzőrendszeri konferencia
két héttel ezelőtt Vas megyében. Ott elmondták a védőnők, illetve a fiatalokkal foglalkozó szakemberek, hogy arányaiban növekszik ez a jellegű kérdés vagy probléma, és nem tudnak a fiatalok a társadalom előítéletessége miatt megértő szavakra találni, vagy egy olyan védett helyen beszámolni erről, ahol kapnak tényleges segítséget erre. Az új szereket kérdezted. Amivel mi most megismerkedtünk az utolsó kefülésen egy rendőr kolléganő jóvoltából, az a snüsz, ami teljesen legálisan kapható dohányboltban. Nikotin tartalmú párnácska, amiből egy vagy két darabot kell felhelyezni a fogínyre. Tippeket nyilván nem akarok adni, de előfordultak olyan esetek, hogy két snüsz felhelyezése után olyan kábulat, illetve nikotin mérgezés alakult ki a fiatalnál, hogy ő mondta azt, hogy ez a próba ez nem sikerült jól, és hogy nem szeretne ilyen élményt többet. Egy dologra hívnám föl a snüsszel kapcsolatban a figyelmet, úgy működik a dolog, mint a dupla fenekű börönd. Van a snüsz tégelynek egy alsó része, amiben a dohánypárnácskák vannak, van egy közbetét, egy csavaros rész, aminek a tetejére lehet tenni rágót, apró cukrokat és hasonlót, és erre jön rá magának a tégelynek a teteje. Hogyha egy szülő, egy pedagógus vagy bárki megkérdezi, hogy gyermekem, mi van nálad, mi ez, leveszi a tetejét, annyit lehet látni, hogy apró cukrok és rágók vannak benne, és ott marad rejtve a doboznak a legalján maga a dohánypárnácska. Jól sejtem, hogy az őszi programtervezetet, az eddigi összegyűjtött adatok, akár konkrétan ennek a snüsznek a problémája is befolyásolja, tehát tud a KEF tenni úgy, hogy még több programmal, még több iskolába, diákhoz, családhoz eljusson, és akár ilyenre is felhívja a figyelmet, mik az őszi programok, ezzel kell zárnunk az adást, nincs sok időnk már. A KEF-nek kötelező feladata, hogy ezt a folyamatot végigvigye aktívan. Köszönet és hála a tagjainknak, akik végzik ezt a prevenciós tevékenységet. Meg fogunk jelenni iskolákban. November hónapban valószínűleg lesz egy nagy rendezvényünk a sport és az egészséges életmód témaköré szervezve. Nyilván a legfőbb célcsoport itt az ifjúság, a diákság. És amit mindig ki szoktam mondani, és nagyon fontos, hogy a jelzőrendszeri tagoknak együtt kell működnie, mert jelenleg minden olyan visszajelzés arra mutat, hogy hiány és hiba van a jelzőrendszeri tagságban, mert eltussolódnak az ügyek, gyakorlatilag nem kerülnek felszínre, így nem tudunk hatékony segítséget nyújtani. Remélem, hogy a következő adásban már valami pozitívumról is be tudunk számolni, olyan értelemben, hogy sikerült elérni akár több iskolát, több meghívást kaptatok, és tudtok akár osztályfőnöki órákon, vagy akár egy ilyen nagy rendezvényen segítséget nyújtani, illetve hát mondanám azt, hogy de jó lenne akkor, hogyha minden diák ki tudná próbálni, és rögtön csak rossz élménye lenne, mert akkor kicsit gyorsabban meg lehetne oldani ezt a feladatot, de nyilván ez sem a jó megoldás, hogy mik lesznek, erről később beszélgetünk. Sajnos az adásidőnk lejárt, én köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk és beszélgettünk egy picit. Remélem, hogy a kedves nézők kaptak ötleteket ismét arra nézve, hogy hogyan tudják biztonságosabbá tenni saját gyermekük, saját életük és a város rendjét, város életét. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további jó televíziózást. Viszontlátásra!